Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás igazi számára. Kedves igazi, üdvözöllek téged, te feltetted a kérdést, hogy elfogadja-e az ajánlatodat, mi a terve, össze fogtok-e költözni, lesz-e változás. És ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez a kép ott fent utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt lesz mozgás. Előre mennek az események. Ő kezébe veszi a dolgokat. A következő kérdés pedig az, hogy mi a terve? Ezen a képen láthatunk egy fát, és az utal egy helyre, ahol ő úgy érzi, igen, itt le tudok gyökerezni. Ez utal a párkapcsolatra, a lakóhelyre, vagy a munkára is. És ha itt legyökerezett, akkor marad, mert egy fa marad mindig ezen a helyen. Ez a fa jelent szeptember hónapot. Az előfordulhat, hogy ő tervezi ezt a költözködést, de mire ez megvalósul, az eltart nyár végéig és ősz elején már befejeződik a munka. A következő kérdés az lenne, hogy mi áll nála a középpontban. Itt ez a koporsó természetesen utalhat egy örökösödési ügyre is, de nem kell félni ettől a kártyától, mert többnyire szimbolikus jelentése van, és arra utal, hogy ő befejez valamit, lezár valamit, tehát itt lesz költözködésről szó. A következő kártya azt mutatja, hogy ki vagy mi befolyásolja őt. Itt ezen a képen láthatóak az egerek. Ahol az egerek megjelennek, ott azok mindent felfalnak, és akkor nincs semmi. Tehát semmi és senki nem tudja őt befolyásolni, hanem ő saját maga fog döntéseket hozni. A következő kártya azt mutatja, hogy milyen változások lesznek nála. Itt, ezen a képen látható ez a medve, és utal az ő erejére. Neki meg lesz az ereje és a bátorsága, hogy megtegye ezeket a változásokat, és oda költözzön hozzád. A kérdés pedig az, együtt fogtok élni, vagy ott fog lakni a közelben. Ez az erő utal belső erőre is, ő megvan arról győződve, hogy jóra fordulnak a dolgok. Ő adja neked is az erőt, de elvárja azt is, hogy te erősítsed őt. A következő kérdés pedig az, hogy hogy lát téged? Ezen a képen ő látható. Tehát ő áll a középpontban. De a kérdés az volt, hogy hogy tekint rád? Én ezt úgy tudnám elmagyarázni, hogy neki elvárásai vannak, hogy te észrevedd őt, feltekints rá, vagy bíz abban, hogy ő ezeket a döntéseket fogja hozni. Tehát ő nem tűri azt, hogy te mondd neki, hogy mit kell tennie, hanem elvárja tőled, hogy ő hozzon döntéseket. Én diplomatikusan kezelném a dolgokat, és azt
közölném vele. Figyelj ide! Én elgondolkoztam a mi párkapcsolatunkról. Én örülnék annak, ha te itt lennél a közelben. Ez jót tenne mindkettőnknek. De én rád bízom a döntéseket, ahogy te gondolod. Vetkezed be a dolgokat, és te tudod, hogy melyik időpont alkalmas számodra, hogy az életeden valamit változtass. Ha te így akarod, ez legyen a te döntésed. És biztos lehetsz abban, hogy oda költözik hozzád. Most megtekintjük azt, hogy van-e egy másik nő a háttérben. Ezen a képen a gólyák láthatóak és utalnak változásokra. Itt már megváltozott a helyzet, ez a nő nincs itt. Ez a múltja. A gólyák szimbolizálják a költözködést is. Most megtekintjük azt, hogy hogy látja ő ezt a nőt a múltjából, hogy viszonyul hozzá. Ezen a kártyán láthatjuk a ravasz rókát. Az mutat hamisságokra, lopásra, hazugságokra, gonoszságokra, és neki ilyen emlékei vannak ezzel a bizonyos hölgyel kapcsolatban, vagy általánosan ilyen az ő élet tapasztalata, ami arra utal, hogy ő óvatos, és meg fogja gondolni azt, hogy belépjene egy tartós párkapcsolatba. Ez nem miattad van így, hanem a múltja árnyékot vet a ti szerelmi életetekre. Most megtekintjük azt, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezzel a virágcsokorral közeledik hozzád. Lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Én ezt a kártyát gyakran úgy elemzem, hogy itt eljegyzésről van szó, ami házassághoz vezet. Most megtekintjük azt, hogy mit tegyél annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ez a kislány utal természetesen gyermekekre. Lehet, hogy itt van egy ilyen közös téma, de ennek a képnek szimbolikus jelentése is van. Utal az ártatlanságra, a könnyűségre, tekintsd ezt a dolgot olyan játszadozva. Amit még ez a kislány szimbolizál, ez egy új kezdet. Lesz itt egy új kezdet, mert oda költözik hozzád. És a következő kártya mutatja a jövőt. Ez a ház utal egy közös otthonra. Ezt szeretné ő kiépíteni. A ház utal családi kapcsolatokra is, és itt lesz egy ilyen közös életút, ő megismeri a te családodat, te megismered az ő családját, de ami kettőtöket illet, össze fogtok költözni, lesz egy közös otthon, egy békés családi kapcsolat. Kedves, igazi, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!